Coventryben bemutatták Albertet, a londoni ötkarikás játékok futballlabdáját. A rózsaszín kék olimpiai logóval díszített labda az Albert Hallról kapta a nevét. A következő percekben dr. Fenyvesi Mátéval, az FTC örökös bajnokával a régi idők futballlabdairól beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Nos, hát ez egy ideje most már megszoktuk, hogy picit talán divat az, hogy különféle elnevezéssel illetnek ugye egy ilyen játékszert, amivel a nagyvilágversenyeknek neki rugaszkodnak a játékosok. Nem volt ez persze mindig így, de nyilvánvalóan ezt azért az idő meg a technika fejlődése hozta. Tehát alapvetően gondolom, hogy amikor egyáltalán nem tudom, hogy van-e személyes emléke arra vonatkozóan, hogy milyen volt az a bizonyos labda, ami akkor ugye a Vásárvárosok kupája döntőjében a Juventus hálójában kötött ki. Az hát, a bizonyos. Arra úgy emlékszem, hogy már nem a fűzős labda volt, hanem mert ez a modern lab, ugye fűző nélküli megoldással állították elő, és így nem kellett válogatnom, hogy ne a fűzővel találjam el a labdát, hanem fűzőnél, hanem ugye a fűző mellett, mert bizony sok esetben komoly sérüléseket okozott a fűző. Uh-huh. Sőt, volt, hogy időben nem vették észre, fűző kiengedett, és ezáltal lefegett ott egy 10 centis. Nyilvánvalóan a fűzőnek ez a szabad rége. Szabad rége, aha, nem volt jó elfűzve, és bizony szemre nagyon veszélyes volt ez, és azon kívül meg hát a horzsolásokat csinált voltak akkor is már, aha, nagyot rúgó játékosok, akiknek a fűzős felivel találkozott az ember a labdával, akkor a homlokát egy kicsit megigazította. Egészen biztos vagyok benne, és hát azt is el tudom képzelni, hogy akár egy fejelésnél, akár a rugásnál, úgyhogy ha az ember a fűzőt talált el, akkor talán lehet, hogy egy picit úgy gellert is kapott a labda, tehát. Meg másképp ment. Aha, tehát kitért az irányból. Igen, sőt, szabad rugást rúgó játékosok, kísérletezték azt, hogy kell eltalálni a labdát, merre legyen a fűző. Általában előre helyezték, és ezáltal, ha meghúzták, akkor bukott a labda. Uh-huh. Mert a fűző az egy kicsit más súlyt adott, hiába. Tehát eleve volt akkor egyfajta mondjuk így ilyen bizonytalansága, igen, ugye magának a játékszernek. Meg a levegőben másképp mozgott az a labda. Uh-huh. És ugye hát abban az időben a szertárosok, meg a csapat mellett dolgozó egyéb masszőrök egész művészi szintre vitték a fűzős labdának a fűzőnek az eltüntetését. Úgyhogy hogy komoly szakma volt az annak abszolút idején. Sőt, hát ugye, aztán ez egy más kérdés, hogy eljött az az idő, amikor erre már nem igazán volt szükség, ugye azt talán lehet, hogy kevesen tudják, hogy ugye 1960-ban Lévai József magyar mérnök fejlesztette ki azt a bizonyos 6, illetve 5 szögekből álló labdát, amiből későbbiekben ugye ez a játékszer megszületett, és a Simon Tornyai bőrgyár látta el az egész világot egyébként ezzel a fajta játékszerrel. Hát ugye egészen addig a hegemóniáig, amíg az Adidas átnem vette ezt a fajta szerepet, és az 1970-es mexikói világbajnokságra pályázott egyébként először tudomásom szerint ugye a nagy sportszergyártó cég bizonyos Telstar nevű labdával, ami ugye bizonyos szempontból azóta egyeduralkodó lett, és aztán elindult egy óriási versengés. Nem tudom, hogy akár a játékosoktól, akár személyes tapasztalatokból lehetett érezni azt a jelentős változást, amikor a fűző eltűnt és elindult egy más technológia? Hogyne, egyrészt mondjuk más lett, rugalmasabb lett a labda, nem pörgött annyira, ez különösen a kapusok fénylették meg, mert ezzel a labdával már nagyobbat lehetett rúgni. Uh-huh. Rugalmasabb volt, nem volt olyan súlya se neki, meg a súlyelosztása is most már ugye gépekkel meg tudták úgy sílfelni a labdákat, hogy egyforma legyen nagyjából, és ezáltal ha az ember szembeállt a
felfűfaló szeleppel, akkor a bal oldala ugyanolyan volt jóformán, mint a jobb oldala. Uh-huh. Úgyhogy nem lehetett úgy pörgetni a labdát. Világos. Uh-huh. És ugye bejött ez az impregnálás, ami arra jó volt, hogy nem szívta meg magát a maga a labda. Vízes körülmények között, igen. Nem szívta tele vízzel, ami lényegesen a súlyát megnövelte neki. Így van. Aztán ugye elindult egy verseny abban a tekintetben, hogy milyen is legyen az a játékszer. Ugye most már, hogy csak néhány nevet említsünk a Telstart követően, a Tango, a Questra, a Terrapass és a Jabulani, ugye, ami a legutolsó világbajnokság híres nemes játékszere volt. Hát néha az ember a kívülről figyeli, egészen elképesztő dolgokat lát, hogy a játékszerrel, a labdával ma már mit tudnak a játékosok. Szinte néha úgy tűnik, és ez nyilván nem csak rugó technológia kérdése, hogy bekanyarodik a levegőben a labda, tehát egészen elképesztő szögeket és nyilván amplitúdót tud leírni egy-egy lövés alkalmával. Ami gondolom, hogy a játék érdeke, ugye? Hát igen, szóval most már ugye nem lehet úgy, szóval nem tapad annyira a labda a cipőhöz, és hát annak idején kísérleteztek olyan felső résszel, amelyik olyan rücskös volt, mint a régebben az asztali teniszütő, pingpongütőhöz hasonló felső részt csináltak. Tudom, nekem is adtak az egyik angol cipőgyár adott egy pár cipőt, hogy próbáljam ki, és mondjak véleményt róla. Hát én nem tudtam vele jobban pörgetni a labdát, mint egyébként, mert nem tapadt úgy oda. Tulajdonképpen a fűzővel jobban tudtam pörgetni a labdát, mert egy időben én is rúgtam szabadrugást még annak idején a Novák Dezső nem került hozzánk, addig nem volt kimondott szabadrugás rúgónk, és akkor Mátrai rúgta, a Focsis Gyuri rúgta, és akkor én egyszer láttam egy megoldást nálunk, és a Tatabánya ellen az utolsó percekben egy Csabai nevezetű játékos a pillanatot előnyt kihasználva, tehát a Mátra is annyi nekifutott a labdának, és egy pillanattal, amikor Sanyi lendített, akkor ő már elcsavarta a labdát. És ez bejött, és ez annyira megtetszett nekem, én ezt begyakoroltam, ezt a csavarást a sorfal mellett. És még spékeltem annyival, hogy beintettem oda, hogy ívelem, és akkor itt elnyestem a sorfal mellett. Ha eltaláltam, mindig gól lett, mert a kapus az a beadásra helyezkedett. Világos, arra számított, és ehhez képest teljesen más rúgás következett. De ehhez én nekem olyan speciális cipőm volt, hogy az egész lábfeje fűzővel volt tele, mert azzal tudtam, a fűzővel az egy tapadósabb anyag volt, úgy és azzal tudtam nagyot csavarni a labdát. Úgyhogy a rücskös felső rész az nem vált be. Nem vált be. Vajon most az olimpián ezzel a bizonyos Albert labdával milyen hát különleges helyzetekre számíthatunk, mert gondolom, hogy azért elsősorban, miután ez a rugó technikát kell, hogy segítse ez az új technológia, a kabusokra egyre nagyobb szerep hárul, és egyre nehezebb feladatuk van. Hát ez a gól érdekében cselekszenek ezek a gyárak, ugye, és ugye kiadják a játékosoknak, meg egyesületeknek, hogy próbálják ki, meg minden, és mondjanak véleményt róla, hogy mi az ő véleményük vele kapcsolatban. Ez a kapusokra megy, úgyhogy kifejezetten nekik okoz, gondolom, újabb és újabb fejtörést. Hát meg fogjuk látni, hogy ezzel a bizonyos Albert labdával hogyan fognak boldogulni majd, ugye abból a angol szójátékból, hogy Albert Hall és Albert Ball, bizonyos szempontból, hogy ez adta az ötletet, hogy aztán ezt az elnevezést kapja. Reméljük, hogy sok gólt látunk vele, mert hát bízunk benne. Végeredményben a lényeg. Ezért figyeljük és szeretjük ezt a nagyszerű műfajt. Dr. Fenyvesi Bátinak köszönöm szépen, hogy eljött ma reggel hozzánk.